Na üdvözletem mindenkinek, én Krisztián vagyok, és ebben a videóban folytatni fogom az Online Season című sorozatunkat. Jelenleg az 5. osztályban járunk, ugye csak győzelemmel kezdtünk ugye a 6. osztályban, és ugye 7 győzelemmel meg is nyertük a bajnoki címet, 29 győzelmem és 11 vereségem van jelenleg. És a Manchester City-vel fogok játszani ebben az epizódban, tehát 5 epizódot most a City-vel fogok játszani. Ezt a 4-2-2-2-ös felállást fogom alkalmazni, Jovetic és Aguero lesz elől. Nagyon kíváncsi leszek, hogy hogy fog sikerülni a dolog. Igazából instrukciókat senkire nem állítottam, se egyéni taktikát. Soha nem játszottam még így, hogy egyikre se tettem semmit. Kíváncsi leszek, hogy fognak játszani. És akkor keressünk is gyorsan egy ellenfelet. És meg is van az ellenfelünk. Dortmund. Na, nagyszerű. És akkor kezdjünk is bele. Hát nem kezdünk jól, igen, érdekes. Gyerek egyből megszerzi a vezetést, természetesen végigfut a pályán, mi más csinálna, hát erről szól a FIFA 15. Végül is, igen. Úristen, hát hall, ez a gyerek, ez annyira retardált, hogy ilyet még életemben nem láttam. Gyerek, amint megkapja a labdát, több mint egy Gündogan, akárki, végigfut a pályán, és ennyi, tehát semmi más. Nagy skill, tényleg. Gratulálok. Elnézést kérek, hogy végig tudsz futni Royce-szal, Blaszczykowski-val, Aubameyang-gal, és még sorolhatnám kivel a pályán, és aztán beszvetized. Gratulálok, fiacskám, szép volt tényleg. Úristen, na jó van, kezdjünk el játszani. Kettő, egy. Jó, hát én is tudok így játszani köcsögül. Nem egy szép játék, de hát ez van, leszarom. Hülye faszopó gyerek. Jó, itt a fél idő. Kettő, egyre kikapásra állunk. Gyerekek, valamit változtatni kell itt a csapatom, mert ez így nagyon nem oké. Na, Aguero. Kapufa, bazd meg! Most ez komoly! Megáll az eszem, bazd meg! Komolyan mondom, hogy ilyen koca gólokat lő a gyerek, de tényleg, piscseknek lepasszolsz! Na jó, felállást váltunk, Blaszczykowski volt amúgy. Ez a felállás, ez egy hulladékszar, amit itt most használtam. Ezt az életben nem használom többet, gyerekek. Mondom, hogy semmi nem megy be, geci. Hát ez őrület, komolyan mondom, hogy még szerencsém sincs ebbe a szarba. Na végre, 2-3. Hozzuk már fel valahogy. Legalább egy X-et ki kéne hoznom most már ebből a meccsből, hogy ez a gyökér ne nyerje meg. Nagyszerű. Kihagyom! Kihagyom, érted? Kihagyom! Aguero! Hagyjuk. Nyomd a sprintet, nyomd te kutya. Error, but the player did make an error. He read it very well.
Az jó. Gól! 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 3-3! Ez az! Nem hiszem, mert megszoptatjuk a buzit! Nagyszerű! Nagyszerű, úristen! Nagyon jó! Így van. És lefújta. 3-3, hát bazd meg, ezt a gyereket amúgy simán megverettem volna, nem azzal a szar felállással kezdek. Ezt a 4-2-2-2-t úgy felejtem el, ahogy van, új csapatot építünk. Borzalmas, borzalmasan szar, senki nem indul be, félpályán megállnak. Hulladék, váltottam felállást, 2-t rúgtam, tehát esélytelen, hogy én ebbe folytassam. Na mindegy, megvan az első döntetlenünk is, és akkor keresünk gyorsan egy következő ellenfelet. Csak beállítom először a csapatot. Na, be is állítottam a csapatot. Ugye ezt a 4-5-1-es felállást fogom használni, mint amit a Real Madrid-en is szoktam használni. Meglátjuk, hogy hogyan jön össze. Ugye erre állítottam át a meccs közben is a felállást, és ugye sikerült 2 gólt szerezni, viszont leixeltünk. Azért a végén ott Hágóíró el tud menni, az igen kemény lett volna. Mert, hát akkor én nem is tudom, mit csináltam volna, bakker, hogyha én most ezt megnyerem 4-3-ra. Na mindegy, jó az a 3-3 egyébként ahhoz képest, hogy mekkora cigánnyal játszottunk. Úgy értem, hogy gyakorlatilag tényleg csak ráfeküdt a kibaszott futásra, tehát nulla. A gyerek egyetlen nem passzolt a meccsen. Ha kellett és Piszczeknél volt a labda, akkor vele futott a végig. Nem értem ezt komolyan. Ebben mi a faszom az élvezet, de tényleg. Na mindegy, akkor kezdjünk is bele. Hoppácska, Arsenal. Ez jó labda Navasnak. Az milyen csúnya, te jó Isten. Az úgy érdekes nálam, ez... Sárga lap. Oké. Turé! 1-0. Akárcsak régen, gyerekek! Akárcsak régen. Turé maradt a régi. Így van. 1-0-ra vezetünk, gyerekek. Nagyszerű. Ez így élvezetes lesz, tényleg. Mit ne mondjak. Mi van? Hát egyetlen egy gombot nem nyomtam. És még én estem fel. Oké, rendben. Röhely, bazd meg, röhely. És még ő kap szabad rúgást, geci. Úristen. Rúgjuk már ki! A kurva életbe, abba baszd meg! Még laggol is, meg szopat is a játék, nem már. Na jó, na jó, na jó, na jó, na jó. Óriási. Oda néz. Óriási, tényleg. Na jól van. Nem szaggat eléggé, nem. Ideig egy darab lag nem volt a játékban. Most hirtelen meghal a játék, semmi gond nincsen. Gól! Aguero 2-1! Igen! Igen. És kérünk is gyors egy szünetet, ugyanis Mangalánkat bizony megszopatták. Na hol ne legyen ember, jó, Nasrit lecseréljük. És akkor jönni fog valami. Ja, hogy nincsen középső hátvédem. Az jó, hát mindegy, akkor jönni fog izé. Nincs mese, Szanya fogja eljátszani a közép hátvéd szerepét. Fú, bakker. Ú, de szerencsés gól volt az is.
Aguero lőtt be, please, így van. 3-1. Szarok a lagra, hülye gyerek. Mindent elviszek a kapus mellett, ezt akkor úgyis berúgja. Mit bánom én, hülye fasz. De amúgy ez a vicc, hogy ne mondja nekem azt, hogy nem indít el semmit játék közben. Simán ment a játék 70 percig. Piros lapot kapok, és hirtelen elkezd laggolni a játék, úgyhogy embert nem lehet váltani. Kamu, óriási nagy kamu. Amikor elindítanak valami kibaszott letöltést, szopatják a másikat. Esküszöm nektek. Én nem hiszem, hogy ebben nem ez van. Csak hát ezt most beszopta a gyökér. És megnyertik a meccset 3-1-re. Ez az... sikerült. Piros lap. Szétlaggolja. Á, ez undorító meccs volt. Tehát ez a leghányadéka volt idáig, amit játszottam életem során kb. De Aguero elintézte nekünk, úgyhogy nagyon jó. Na, és ezzel ugye megvan a negyedik pontunk is. Ugye 19 pont kell a bajnoki címhez, valamint 16 pont kell ugye a feljutáshoz a negyedik osztályba. És akkor ennyi is lett volna most az epizód. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki megnézte. Ha esetleg tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot, és aki esetleg még nem tette meg, az iratkozzon fel a csatornámra. Én Krisztián voltam, sziasztok!